Igen, a tükörözés az elhelyezítés. Nem azt mondjuk, hogy felkövel, vicces. És tetszik. Úgy van, nem te tükörben. Ki a jó ez? Nem hiszem, szóval. Jó, még van két óra hozzá, sok. Nem is tartok, elég van. Vicces tart, vicces tart. És jó. Igen, igen. De, hát mégis a szájfalal az az idő, egyszerűen azért, mert az idő a végén volt ez. Ó, egy nulla pont is, nem volt. Jó, jön a harmadik próba. Nem mondta azt a róla, hogy felültél, meg csinálsz. Semmi volt. Mi van? Ha nem ez egy, nem így érdemes veszik a próba, bár jó, nem? Így van. Felültem, hogy még tudnak már jó számunk. Ez már egyéb legjobb. A videójáték. Nem csak az, hogy egy minőségű játékot hozott létre, mint az itt bármi. De például a zenéje is annyira jól sikerült, hogy az oktatni kellett volna. Miért nem volt? Addig nem vették komolyan videójáték zenéket, ezek után nem lehetett félváról venni. Itt volt az, hogy kifejezetten tehetséges komponisták estek neki az új hívásoknak. Mennyire vissza. Nem tudom, hogy jobban is marad. Nem hozzá nem biztos, hogy tenni is. De akkor hogy megyek el? Hogy megyek fel a képen? 2000 pont, a legjobb pontod volt. Köszönjük szépen, Lili. Akkor azonnal a Tükör Mario Competition-nek a győztese, nem más, mint a Furka. 32.650 fonttal, nem mondjuk, hogy kifejezetten világbajnok. De a Retró Kütyü trófea dátummal, egyéniséggel. Analóg kétségezünk is fel, köszönjük. Na most egy kis szünet, át kell szerkeszünk a dolgok, és jön a vízátokból a napon. Hogy ha mi lesz még a nehezítés, hogy a vizsgálóhoz akkor nem készítettük. Tehát azért szeretném, hogy lesz a mikrofon, aki így tudja a másik. Ahogy a párok cseréltek. A párok cseréltek, mert itt is három próbálkozás van. Na, akkor sem fog már a tartsa. Thank you.
Wizard of War, Nagy elmondom még egyszer a Wizard of War, a szabályait.